Befejeződtek az új egészségház építése Maglódon című pályázat megvalósítási munkálatai. A projekttel kapcsolatos szeptember 29-i ünnepi zárórendezvényen jártunk, ahol többek között megtudtuk, hogy az akadálymentesített városi egészségügyi központban 4 házi orvosi rendelő, vérvételi és mintaadó helyiség, prevenciós helyiség, 2 fogorvosi rendelő, valamint világos váróhelyiségek fogadják a rendelése érkező maglódiakat. Mint egy 3500 négyzetméteres telken, egy 405 négyzetméteres intézmény 24 férőhelyes parkolójában állunk. A belül 2 részre házi orvosi rendelők, vérvétel, prevenciós helyiség és fogorvosi rendelők részre osztott épületben 4 házi orvosi rendelő kapott helyet, mindegyik külön rendelő asszisztenciával, vetkőzővel. Mivel a 4. körzet házi orvosa a Katona József utcai rendelőben marad, így ezzel lehetőségünk is nyílt egy 5. körzet kialakítására. A 4 házi orvosi rendelő mellett vérvételi és mintaadó helyiség is található, ahol belgyógyász főorvos doktornő is helyt kapott, illetve külön prevenciós helyiséget is kialakítottunk, ahol lehetőség van betegség megelőző előadások, programok szervezésére. Ez a felnőtt házi orvosi egység üvegajtóval van leválasztva a 2 fogorvos rendelőjétől, ezzel is elősegítve, hogy az egészséges paciensek ne egy váróban üljenek a betegrendelésre érkezőkkel. A 2 fogorvos eddig egy rendelőn kellett, hogy osztozzon, most 2 külön rendelőben, külön raktárhelyiségekkel, egy röntgenhelyiséggel sokkal komfortosabban tudják majd fogadni és ellátni a hozzájuk érkezőket. A hosszú épületet, a hosszú váróval, a hatalmas ablakfelületeknek köszönhetően nem nyomasztó, hanem világos, tágas, árnyékolt helyen várakozhatnak majd az ide érkezők. Az épület természetesen akadálymentes is. Bízunk benne, hogy ez a szívvel, lélekkel megálmodott és megvalósított intézmény mind az orvosok, asszisztensek, mind a betegek legnagyobb megelőítgedéssel használják majd. Az ünnepélyes átadón készült részletes tudósításunkat jövő heti híradónkban tekinthetik meg. Ekkor idézünk majd Tabányi Pál polgármester köszöntő beszédéből, valamint Rétvári Bence államtitkár és Szűcs Lajos országgyűlési képviselő ünnepi beszédéből is. De láthatják majd a létesítmény megszentelését és az ünnepélyes szalagátvágást is.